A szabolcsi koncertfúvó zenekar szólaltatta meg a himnuszt, ezzel vette kezdetét a hagyományos tűzoltó napi megemlékezés Nyíregyházán a Szent Flórián szobornál. Az ünnepségen elhangzott a tűzoltói hivatás régi időkből származik, de a mai gyorsan változó világban is kiemelt jelentőségű, az év 365 napján szolgálatot teljesítenek a tűzoltók. Az igazi tűzoltó mindig tűzoltó. Szolgálatban, otthon, ünnepnapon, munkába menet, és munkából jövet. És nem csak szűkebb környezetüket szolgálják ezzel, hanem mindenkit. Éppen ezért nagy társadalmi megbecsülése van a tűzoltóknak. Össztársadalmi értékelésben harmadik helyen állnak a tűzoltók a megbecsülésben. Ez érezhető a munkánk végzése során is. Oda, ahova mennek a kollégáink, ott a segítőkezet nyújtják, mindenhova várják, és az ő megérkezésük szinte megkönnyebbülés jelent az emberek részére. Megérkezett az erő, amely majd a biztonságot, a segítséget nyújtja, és megmenti esetleg az emberi életet, illetve az értékeket. A tűzoltók védőszentje Szent Flórián. A megemlékezés részeként megkoszorúzták a szobrát Nyíregyházán. Az ünnepség a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokságon folytatódott, amely ezen túl a Sztárek Ferenc tűzoltó laktanya nevet viseli. Az épület bejáratát néhány éve emléktábla díszíti a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére. Az elmúlt évtizedek alatt ráadásul sokkal összetettebbé is vált a tűzoltók feladata. A nyíregyházi tűzoltóság is sokat változott az elmúlt 140 évben. Kiemelhetjük a 1930-40-es éveket, ahogy ugye a belső égésű motorok lassan szépen leváltották a lóhajtás, ugye a lovakat, végül is tehát a ló vontatta a fecskendőket. Ugye itt a 60-70-es években elkezdődtek a panelépítések itt Nyíregyházán, tehát egyre jobban, egyre magasabb kihívásokkal, egyre nehezebb feladatokkal kezdett a tűzoltóság szembesülni. Igazán a hivatásos tűzoltóság már 1929-ben megkezdte a működését, majd ugye államosítva lett 49-ben, és mint állami tűzoltóság látta el már a nyíregyházi tűzoltóság is a feladatát. Itt az időrendszerei a tűzoltóknak ugye menet közben változtak, volt, hogy 24/24 órás szolgálatot kellett adniuk, sőt még a legelején 48 óra után járt csak egy szabad nap, majd az 1970-es évektől ugye 24/48 órás munkarendben dolgoztak, mint ahogy azóta mai napig is így dolgoznak a hivatásos tűzoltók. Jelenleg a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság nem csak tűzesetekhez vonul, hanem műszaki mentésekhez és a természeti csapások okozta problémákhoz, például árvizekhez is. Jelenleg 98 főszolgálati létszám áll készenlétben. A tűzoltó napi megemlékezést a szabolcsi koncertfúvó zenekar és mazsoret csoport vezette felvonulás zárta, amely a Kossuth utcán át a Kossuth térig tartott.